kellemesen csalódtam. Nem is tudom, hol kezdjem. Tudom, nagyon aggódtál, hogy az összekészített csomagjaimat hogyan fogom elcibálni a kollégiumig, de a vasútállomás csak néhány rövid utcára van. Mindössze 10 perc séta. A 21-es főút is, ahol óránként közlekednek a távolsági buszok, bő 10 perc alatt megjárható. A város a Cserhát és a Mátra között, az Agyva völgyében található. Fekvése meseszép. Ez a mi otthonunk, a Tittel Pál Kollégium, mely a Mixelt Kálmán Gimnázium és Kollégium tagintézménye. Az angol, a német és a francia tagozatos diákok egyaránt képviseltetik magukat az intézmény lakói között. A diákok meglepő összmunkában gyártanak meleg szendvicseket a kollégisták számára feltartott kis konyhában. Vacsorára csak vasárnap kell gondoskodni. A hétköznapokon a kollégiumi ebédlő gondoskodik nekünk reggeliről, ebédről és vacsoráról. És az étkezést kell fizetni. A kollégium ugyanis ingyenes. A többi napon a kollégium épületében található ebédlőben kapunk reggelit, ebédet és vacsorát. A fürdők korszerűek, és évente történik egy kisebb-nagyobb felújítás is. A szobák 4 ágyasak, de ahogy tapasztalom, van ahol 2 vagy 3 is lehetnek egy szobában. Kis állatot is lehet behozni, ha a kollégium közössége, illetve a szobatársak is beleegyeznek. Például az elefántot nem engedi meg a kollégium vezetője, a denevér pedig nem kért engedélyt, ezért kirakjuk. A kollégium belső udvarán szabadtéri játékokat szoktunk játszani, és neves napokon bográcsozunk, vagy szalonnát sütünk. Reggelente nem kell korán kelni, elég elindulni az iskolába 7 óra 40-kor. Viszont akkor már kötelező. Lemértük, 10 perc a legtávolabbi épület. Persze a legkényelmesebb az, amikor a kollégium tantermeiben van az első óránk. Hogy mire elég 10 perc? Ilyenkor reggel sok minden kavarog az ember fejében. A vicces Mikulás ünnepség, a gólyavatás, vagy egyszer én is gólya voltam. Hát még a farsangi felvonulás, illetve a kolinap, amely csak rólunk szól egy álló napon keresztül. A kollégiumban 3 tanulócsoportra vagyunk osztva. Minden csoportnak saját tanterme van. A kollégisták tanulmányi átlaga minden évben magas szokott lenni. Francia és német nyelvi tanárok heti egy-egy alkalommal jönnek plusz órákat tartani a kollégiumba, ahol általában a beszélgetést, kommunikációs készségeket gyakoroljuk. A diákok folyamatosan segítik egymást a tanulásban, és a nevelőtanárokhoz is bátran lehet fordulni. Matematikából, fizikából, biológiából és informatikából is egyaránt. A tanulási időn kívül fakultatív sportfoglalkozásokon való részvételre is van lehetőség. Csillagászakkör is működik a kollégiumban, az intézmény rendelkezik távcsővel. Ha rendszeres délutáni elfoglaltságod van, jelezd bátran nevelőtanárodnak. Közülük többen járnak zeneiskolába rendszeres edzésekre. A tanulási idő és vacsora után este 8:30-ig, illetve 10. évfolyamtól 9-ig mehetünk ki.